Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tegnapi nap Böjte atyával voltunk a prefektusi hivatalban, és azt követően pedig Szent Simonban egyeztettünk a több ellenőrző szervnek a megyei vezetői igazgatójával. Ezekben a napokban próbáljuk végigvenni, megnézni, hogy hol, mi történt az elmúlt hetekben a szociális, úgymond fűnyíró vizsgálat mentén is. És most itt vagyok a Lokodban, egy nagyon szép kis falu, ahol közel 500-an élnek, látják, hogy milyen rendezett ez a hely, és itt egy ilyen szép környezetben van a Lokodi öreg otthon, az unitárius templomnak a szomszédságában, és hát itt is hallottam rossz híreket, és azt szeretnénk, a tegnap, amit kértünk a prefektus úrtól, hogy valahogy nézzük meg, hogy az ellenőrzés az legyen humánus. Mert ott, ahol nem bűncselekményről van szó, ott, ahol tényleg az embereket ápolják és vigyelnek rájuk, ott nem kellene egyből úgy bejutni az ajtót, hogy itt mindenki gazember és mindenkit fel kell kötni a fán felül. Ahogy értettem, itt a fogyasztóvédelem képviselőjének a viselkedése volt az, ami talán nem illik egy ilyen millióben, főleg templom mellé, idős, ellátott emberek mellé, és azon kell tovább erősítsük a közös gondolkodásunkat, hogy tényleg ezeket az embereket segítsük, bátorítsuk. Én amikor ide megjöttem, akkor úgy néztek rám, hogy szinte így, és el is mondták, hogy hát a gyomruk az így ökölben van, azt hitték, hogy ellenőrizni jövök. És már mindenki megint fejre volt állva. Tehát, hogy ez lehetetlen. Tehát mindannyiunknak van idős hozzátartozója, vagy aki szerencsés ma is van, aki nem szerencsés, annyira annak már sajnos elhunyt. És tudjuk, hogy az életkor bizonyos fázisában lévő idős emberekkel foglalkozni nem a legkönnyebb dolog. És rendet, tisztaságot, jó körülményeket biztosítani, amilyen itt van, hát ez egy csoda. Úgyhogy én nagyon gratulálok az öreg otthon munkaközösségének, mert tényleg fantasztikus dolog, amit itt végeztek és végeznek. Jó napot! És olyan drámai a helyzet itt sokszor, hogy például, hogyha itt megnézik, jöjjünk közelebb, mert ezeket a fákat a medve törte le. Tehát amikor ott rajta megy, ezent is, azt is, menjünk oda közelebb. Tehát a medve itt van. Úgyhogy apropó, öreg otthon, szociális ellátás, medvekérdés. Hát a medvekérdés nincs megoldva. Itt a munkatársak, ahogy értesültem, hát megtöltött vizes flakonokkal dobálták a medvét, hogy menjen el, hagyjon békét a megyfáknak, amíg volt rajta termés. Hát látszik, le van törve az egész. És annyi baj van, annyi probléma van, és a szociális ellátó rendszerünknek, hogyha most ez a legnagyobb gondja, hogy egy kalorifer le van festve, vagy nincs, amire ráteszik az almát, a körtét, vagy valami, és akkor ott van egy kicsi rozsdafot. Hogyha ez a világon a legnagyobb probléma, akkor azt gondolom, hogy tökéletes az Hargita megyei idős ellátó rendszerünk. És nem kéne összekeverni minket Ilfov megyével. Az egy másik ország szinte, azt lehetne mondani. És hogyha ott bűnszervezetet hoztak létre, hogy kegyetlen módon az időseket után járó állami önkormányzati támogatásokat kicsavarják, és átmossák egy egyesületbe, alapítványban, az nem talál azzal, ami itt van nálunk. Tehát ilyen környezetben, ilyen jó körülmények között voltam bent, nem akarom megmutatni, mert nem is illene, de ilyen körülmények között azt gondolom, hogy az a sok-sok ellenőrzéssel, ami van, na, reggel a beszélgetést azzal kezdtük 10 percig, hogy már tényleg hócipő idáig van, nincs semmi baj, kutyus. És arra kérek mindenkit, főleg az itt ellátásban részesülő idősek hozzátartozóit, hogy higgyék el, hogy minden rendben van. Bejártam, körbejártam, szétnéztem, olyan, mint nálam otthon. Tehát, sőt,
lehet, hogyha ma reggel otthon nálunk nagyobb a rendetlenség, vagy egy, de itt nincs semmi, minden patika tiszta, minden rendben van. És sajnos a média cirkusz az a szociális ellátórendszerünknek nem használ semmit, és nem használ. És én arra kérek mindenkit, amikor ír az ellenőrzésekről, hogy hány büntető jegyzőkönyv, stb., akkor tudják, miről van szó? Ilyen dolgokról, így ami a köröm alatt itt nálam látható. Ezt persze a média, az újságírók a szenzáció, a hírérték miatt fel tudják nagyítani, és hozzák le a nagy szenzációs híreket, de azzal nem segítenek a hozzátartozókon, mert azok ilyenkor pánikba esnek. Gondolom én is, hogyha itt lenne valamelyik hozzátartozom, és olvastam volna azt, ami lejött egy-egy helyen, lehet én is egy kicsit aggódnék. Nem segít a támogatók ügyében. Tehát pont tegnap ezt beszéltük, hogy ezekben a rendszerekben az állam részéről olyan kevés pénz kerül kifizetésre, hogy az szinte semmire sem elég. A többit azt adományokból, hozzájárulásokból elő kell teremteni. Ha a bizalmi faktor lecsökken, akkor még nehezebb helyzetbe kerülnek. És persze a munkamorál. Tehát a munkamorál, mert szociális szférában dolgozni különös kihívás. Mindenki csak gondoljon a saját szüleire, nagyszüleire, amikor nehezebb a helyzet, vagy a saját gyerekére, amikor nehezebb a helyzet. És itt 24 órát kihívásokkal teli az élet. Úgyhogy azért kérem, hogy osszák meg ezt a videót, hogy még egyszer szeretném mondani, csütörtökön megyek Gyergyóban is, most udvarhelyszéken vagyok, de a szociális ellátórendszerünkben minden rendben van. Azokat a hazugságokat, amit egyesek leírnak, vagy bemutatnak, ne higgyék el, és kérem, osszák meg ezt a videót.